Az Ízményi Népi Együttes Kisbekecs társcsoportjának műsorával kezdődött a Bukovinai Találkozások 31. Nemzetközi Folklore Fesztivál együttműködési szerződéseinek aláírási ünnepsége. A mintegy 13 fős küldöttség és kísérőik pénteken érkeztek Bonyhádra. Másnap reggel szakmai megbeszélést tartottak, ahol többek között azt is véglegesítették, hogy melyik ország hány fős delegációt tud fogadni. Mondta Illés Tibor elnök, és hozzátette, hogy 2017-ben Ukrajnában átlag 35 főben egyeztek meg. Ez nem változott. Újdonságként idén először szerveznek Bukovina szépe címmel nemzetközi szépségversenyt. Itt egy szakmai megelőzi a hivatalos aláírást, ugye egy szakmai megbeszélés, ahol végül is arról beszélünk, hogy ki hány főt tud fogadni, hiszen ugye nem csak Magyarországon, Bonyhádon van ez a fesztivál, hanem ugyanúgy Ukrajnába is, ugye Csernovicba, valamint Kumpulunkba, például ugye a Romániába, illetve ugye Lengyelországban is két helyszínen, két időpontban fog ez zajlani. Úgyhogy itt egy kölcsönös megbeszélés, hogy hány főt, mert valamikor elszabadul a dolog, aztán túl sok jön, vagy túl sok megy, tehát itt valahogy mértéket meg kell adni. Tehát erről szól többek között a délelőtti program, valamint ugye most az aláírás, és hát különösen ebben az évben számunkra fontos, ugye, hiszen ez a program is kapcsolódik a nemzeti összetartozás ugye meghirdetett programhoz, hiszen ugye tagegyesületeink, ugye határon túliak, külhoniak, ami így mondhatnám, ugye például Csernakeresztúr, Déva, ugye Erdély Marosludas, vagy ugyanúgy az Aldunai részt, ugye Sándor Egyháza, Székelykeze, tehát ők is képviselik tulajdonképpen ezt a fesztivált a hazai csoportokkal együtt. Úgyhogy így jön végül is az a gondolat, úgy gondolom, hogy ami fontos számunkra, fontossá teszi ezt a programot, hogy összetartozunk, hiszen egy vérből valók vagyunk. Tehát a Bukovina Fesztivál minden évben augusztus első hétvégén kerül sor, ugye az idei évben is 31-e, illetve első a másodika. Ugye itt a programról annyit kell tudni, hogy ugye három részről lesz egy pénteki program, ahol tulajdonképpen egy fesztivál megnyitó, és hát külön lesz még az idei évben tervezünk, amit éppen délelőtt ecseteltem, hogy lesz egy Bukovina szépe programmal próbáljuk kiegészíteni ezt a megnyitót. Eddig még nem volt ilyen, megpróbáljuk. Úgy gondolom és bízom benne, hogy sikerülni fog. Tehát itt arról szól, hogy természetesen akik, hiszen itt Bukovinában együtt élő népekről vannak szó, ugye a lengyelek, az ukránok és a románok ugye a maguk viseletét hozzák, tehát egyszer egy rendes viseletbe, ugyanúgy a bukovinaiak is, majd ezt követően egy utcai viseletet. Én mondjuk nagyon szeretném, hogy és bízom benne, hogy sikerül elérni, hogy a mai modernebb öltözetbe hogy lehet belecsempészni azokat a jegyeket, azokat a, akár kiegészítőként, vagy meglátjuk, végül is, hogy így tervezem, illetve így szeretném. És akkor hát lesz azért egy bikin is ugye, hiszen azért már akkor legyen meg a módja. A második nap, ugye a szombati nap, az hasonlóan az elmúlt évekhez, egy felvonulással, majd pedig ugye a maga fesztivál programmal folytatódik, illetve vasárnap viszont egy, mint eddig is történt, kitekintés címmel, ugye a környező falvak fogják vendégül látni, ugye nem csak ezt a három országot, ugye, hanem a magyarországi, illetve a tagegyesületünk résztvevőit is. Az önkormányzat dísztermében Filóné Ferenc Ibolya polgármester köszöntötte a küldötteket. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne mindig Bonyhád, ahogyan a közreműködő civil szervezet, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége is bonyhádi székhelyű. Minden évben máshol kerül sor erre az ünnepélyes aláírásra, azoknak az országoknak a részvételével, akik magában a fesztiválban, a fesztivál sorozatban is részt vesznek. Így Lengyelország, Ukrajna, Románia és Magyarország között zajlanak ezek az események minden nyáron. Most idén már 31. alkalommal, de a magyarországi helyszín az mindig Bonyhád, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. Nem csak azért, mert a fesztivál helyszíne a mi városunkban van, hanem azért is, mert az a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, határon túl is nyúló szövetség, egy civil szervezet szintén bonyhádi székhelye rendelkezik. Ezért adja magát, hogy az önkormányzat mindenben támogatja ennek a szövetségnek a
működését, segíti azt a törekvést, hogy azokat a hagyományokat, azokat a, azt a kultúrát, a táncokat, a zenét megőrizzék és továbbadják a felvének olyan nemzedéknek, akiket ez érdekel, és hál' Istennek sokan vannak, akiket ez érdekel. Ma is láthatjuk, hogy a legkisebbek is szerepeltek az izményi tánccsoportban, talán 3 éves volt a legfiatalabb táncos, úgyhogy a jövőt is már látjuk. Meg talán a mai világban az sem mindegy, hogy tudjuk, hogy pontosan kik vagyunk és honnan jöttünk. Számomra ez egyre inkább fontos, és egyre nagyobb jelentőséggel bír, még hogyha nagyon sokan ezt másképp is gondolják. A beszédek után sor került az ünnepélyes együttműködési szerződések aláírására.